6-0-as győzelmet aratott az Angels női jégkorong együttese a jégvirágok elleni hazai mérkőzésen. Az angyalok a győzelem reményében vágtak neki a mérkőzésnek, még hozzá remekül, hiszen esélyt sem hagyva ellenfelüknek, mindhárom felvonásban kapott gól nélkül diadalmaskodtak. A párharc első mérkőzését követően Gyuri Tamás értékelte a pályán látottakat. Egy kicsit bemaradtunk az öltözőbe, ez látszott a játékképén az első harmadban. Próbáltam mondani nekik, hogy amit kértünk tőlük az elmúlt pár és elmúlt időszakban, hogy élvezzék ki a rájátszásnak minden pillanatát. Azért vagyunk itt, azért edzünk ennyit, hogy ezeket a meccseket leüljünk, jól játszunk, és szeressék azt, amit csinálunk egészen idáig. Ez az első harmadban nem teljesen volt meg, viszont ez egy nagyon pozitívum volt. Az utolsó harmadban már a fiatalokat akartam beküldeni, és konkrétan hisztű volt abból, hogy kipihenjen, mert folyamatosan vissza akartak menni. Aztán elértük a célunkat ezzel. Az, hogy az első mérkőzésen úgymond nagyobb arányba tudtunk nyerni, ez egy nagyon szép és jó dolog, de nekem mindig van egy kis hiányérzetem, én maximalista vagyok. Az első harmadban lehetett volna ez 6-0 már akár. Bár a dunaújvárosi együttes 6 gólos különbséggel nyert, Gyuri Tamás így sem volt teljesen elégedett a látottakkal. Nem teljesen úgy alakult a taktika része, amit szerettük volna, de ez mindig mondom, hogy ez szituáció szülő általában. Nehéz azokat az elemeket, amiket gyakoroltunk, úgy belecsempészni, hogy erőltetve rácsempészni a jégre, viszont amikor szóltunk nekik, hogy egy kicsit jobban forgassák meg a korongot, egy picit többet korcsijázzanak az adott területeken, akkor maradéktalanul betartották. Meg is volt az eredménye nagyon hamar. A vasárnapi mérkőzés előtt az edző izgatottan várta a folytatást. Elmondta, az eredménytől függetlenül azt kéri a tanítványaitól, hogy maximálisan tegyék oda magukat a visszavágón is. Ma vasárnap játszunk Ajkán idegenbe velük. Úgy megyünk oda, hogy meg kell nyerni azt a mérkőzést. Nehéz nem nyomást tenni a lányokra ilyen esetben, de ők is tudják, hogy itt nincs kérdés, nincs pardon, muszáj. Amit kértünk tőlük még egy pár hónapja, hogy viselkedjenek bajnokként. A vasárnapi visszavágón az Angels végül 5-0-ra nyerte a párharc második felvonását, és kettős győzelemmel teljesen megérdemelte jutott be az U25-ös bajnokság B osztályának legjobb négy együttese közé.